Jó reggelt innen a dél-spanyolországi San Javier közelében lévő tanyáról. Az estét egy kedves spanyol házaspár kertjében töltöttem a narancsfák alatt, egy olyan szegény környéken, ahol az éjszakai lopás mindennapos, de szerencsére engem békén hagytak. Összepakoltam, felszedtem a szemetet és írtam egy muchos gracias levelet, ezzel megköszönve a vendéglátást. Körülbelül hajnali 6-kor már a biciklimen ültem és folytattam az utam hazafelé. Olyan korán van még, hogy az árnyékom is alig látszik. És jöttek sorba az üregtépű útjelző táblák. Ki van írva kétszer, hogy arra mi megy, de hogy arra az útra mi megy. Arra nincs írva, de az se, hogy hanyas út. Ja, és oda teszem kerültem 2 kilométert. Inkább 3-at. Nézd meg, milyen széles út. Az. Ilyen leágazóval meg, fölüljáróval, minden hatommal. De hogy mi a száma, hogy hova tart, az nincs kiírva. De az, hogy los semmibe visz, az ki van írva. Meg los tévedjel. Az előző kifakadásom után, a kereszteződés után kírják 500 méterre, hogy milyen út és hogy hova tart. Nem az elágazás. Előtt írják ki, hogy tudjad merre kell menni, utána. Na, aki ezen a táblán eligazodik, az első kihajtó Torre Pacheco, vagy nyom. A második kihajtó Los Alcázares, vagy mi. És a másik kettő városnak nincs kihajtója. Hát is rajtóban nincsen. Az hova tart? Na, egy újabb kereszteződés. Onnan jöttem, azt tudom. Az a település olyan pici, hogy nincs rajta a térképen. Az a település olyan pici, hogy nincs rajta a térképen. Az a település olyan pici, hogy nincs rajta a térképen. A fő, nagyobb város, ami rajta a térképen, az nincs kiírva. Muszáj elmagyarázom. Épületek ez a baszok szemben. Több százezer euróért egy bicikli utat tőlem jobbra. Egy van, amit elfelejtek. Följárót csinálni oda. Már megyek kb. 2 kilométer mellette, és még nem volt egy följáró. De miután megtaláltam a San Javier felé tartó utat, egész jól haladtam, és már integetni is volt kedvem az árnyékomnak. Viszont a körforgalmuk az nagyon tetszik. Ha nem akarsz kimenni, akkor bejössz ide belőle, majd miután ki akart menni, elkezdesz telefonizódni, és akkor tudják, hogy te ki akarsz menni. És minden körforgalom kétsávos. Csak egyértelmű. Na, ezt tetszik Spanyolországban. A körforgalmak. Meg a fekvő rendőrök, mert azok meg ilyen nagyon lassan mennek fel, és nagyon lassan jönnek le. A következő úti célom Elche volt. Elchében vagyok. Itt találta a világ legnagyobb pálmaligete. Több százezer pálmával. Amikor ezt olvastam a neten, ezt nem hittem el, de ahogy jöttem idefele, hát már jó 20 km óta szinte csak pálmákat láttam mindenütt. Ez nem a liget, ez még csak egy ilyen elő valami. Itt még csak egy-két pálmaform. Meg kíváncsi, hogy beljebb álltak, lesz több. Ez csak egy kert a sok kütyül, de ez az egyik legnagyobb. Onnantól tart, a mélységet azt nem tudom megmondani. Hát úgy egészen addig. Pálmaliget. Mivel a hangom nem túl populáris, ezért inkább hang nélkül mutatnám meg, hogy vannak szép helyek még itt Spanyolországban. Mert otthon ilyen nincsen.
tehát ez már csak egy ingyen lesz. A nap bölcsessége után jöjjön földünk flórájából néhány kevésbé ismert példány, amely csak itt Elkében található meg. De az sem kizárt, hogy a hőségtől meghűltem. Meg nem olyan. Meg ez a kedvenc lámám. Ez a hőség. Van kapcsol is. És kukrapálma is van. És még a következőben is van még rengeteg pálma. De én most jelenleg nem megy a forgalom, úgyhogy ezt kikapcsolom. Már Elhét kezdtem elhagyni, amikor azt vettem észre, hogy a biciklim jobban pattog a kelleténél. Lenézek a hátsó kerékre és látom, hogy laposodik a gumi. Megállok, megállapítom, hogy ez egy lassú defekt. Pumpálok a gumiba, és ha kibír 5-10 kilométert, akkor estig is kibírja. Arra gondoltam, eltegrek egész Alicantéig, ott biztos van kemping, és ott is meg tudom ragasztani a belsőmet, így nem kell fölöslegesen lepakolni a felszerelést a bicikliről. Azért 8 kilométerenként megállok és ellenőrzöm a nyomást, ha szükséges, pumpálok bele. Két megállás között pedig tekerek teljes erőmből, hogy minél kevesebb levegő szökjön a gumiból. Na így tekertem el egész Alicantéig, ami Elhéttől körülbelül 40 kilométer. Alicante egy tipikus turista paradicsom Spanyolországban, annak ellenére, hogy sok a turista, elég szép és nyugodt hely. Szerettem volna már találni egy kempinget, de az egyetlen úgy el volt dugva, hogy alig találtam meg, ráadásul nevetségesen drága. Ma délutáni problémám, 24,5 euróért adnak ki egy kempinghelyet. 24,5 euró, ennyiért Svájcba luxus csillagszállást kaptam volna. Nem baj, megyek a hegyekbe aludni, de az víz kéne. A tengerparton meg csak sós víz folyik a utakból. Rá is van írva, hogy nem iható. Ami engem kevésbé zavar, mert megiszok minden, de a sós íz az nem egészséges. Úgyhogy most fogalmam nincs, hogy csináljak. Ja, és van egy kisebb defektem. Csak ennyi problémám van. De amúgy Spanyolországban vizet találni, viszont kempingot ki van írva 4 kilométer. Az azt figyel, hogy menjek innen. Tudod, várjál? Nem tudom, hogy ezt. Volt egy kicsit. A másik kempinget sem találtam, de láttam egy temetőt. Gondoltam, ott éjszakázom. Bár elég morbid gondolat. Amikor már épp fordultam volna a temető felé, észrevettem a másik kemping tábláját. Megtaláltam és kevesebb mint 10 euró volt. Ez eddig a legolcsóbb spanyol kemping. Sátorverés és irány vissza a tenger. Most pedig nézzük meg, mi van lent. Homok! Homok! És ha jól látom, arrébb is homok. Hát nem túl izgalmas. Számomra az igazi tengerben halakat, polipokat, tintallakat, esetleg medúzákat lehet látni. Na menjünk vissza a kempingbe és pihenjünk. Ja, meg szereljünk defektet.